Térképen és fotón is mutatjuk, melyik épületet adtak ki a, a pincehelyi férfi. Látszik, hogy egy igazán impozáns házról van szó a hollandiai Hága belvárosában. A csaló a Facebookon egy zárt csoportban akadt későbbi áldozataira a házaspár munkavállalás céljából keresett kiadó lakást a Holland városban. A csalóval abban egyeztek meg, hogy egy 61 négyzetméteres lakást havi 360 ezer forintért kivesznek tőle. Két havi bérleti díjat előre ki is fizettek ahhoz, hogy megkapják a kulcsot, amit aztán kiküldtek a feleség hugának, aki szintén hágában él. Ő viszont hiába ment a megadott címre a kulcsal, ott csak az indonéz nagykövetség munkatársait találta. Ekkor az átvert házaspár már hiába hívta a csalót, ez után fordultak a rendőrséghez, így bukott le a nagy Követség épületét albérletnek kiadó férfi, aki most kapott jogerősítéletet, ítéletet, miután az elsőfokú döntés ellen fellebbezett. A szexádi törvényszék helyben hagyta a tamási járásbíróság korábban hozott ítéletét, melyben csalásbüntete miatt mondta ki a vádlottat bűnösnek, és 10 hónap börtönbüntetésre ítélte a vádlottat. A törvényszék álláspontja szerint a tamási járásbíróság ítélete mindenben helytálló volt, és a vádlotti védekezést nem lehetett igazolni, a felmentésre irányuló fellebezés nem volt eredményes, így az ítélet jogerőre emelkedett. Az indonéz nagykövetség épületét albérletnek kiadó csalói 10 hónapra börtönbe vonul.